Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Közgyűlés Szekszárdon több pénz jut idén szociális tűzifára, mint eddig. Várják a leendő diákokat, nyílt napot szervez a szekszárdi vendéglátóipari iskola. Korszerű betegellátás, fejlesztések indulnak a Bonyhádi kórházban. Tök jó napja volt az obisoknak, hosszú kihagyás után újra együtt ünnepeltek a szülők és gyerekek. Több pénzt fordít szociális tűzifára idén Szekszárd, mint korábban. A közgyűlés ugyanis megszavazta a Fidesz-KDNP frakció vezetőjének javaslatát csütörtökön. A városvezetők ugyanakkor nem tudtak döntést hozni két fontos pályázat kapcsán, mert az ilyen Szekszárd tagjai egyszerűen kivonultak egy napirend tárgyalása közben. A korábbi évekhez képest idén több pénzt fordít szociális tűzifára a szekszárdi önkormányzat. A Fidesz frakció vezetőjének javaslatára ugyanis az eddigi juttatást mintegy 20%-kal növelték meg a csütörtöki közgyűlésen. Azt javasoltam, hogy a közgyűlés eltérés szerinti 100 000 forintot, azt emeljük meg 120 ezer forintra, tehát 60 ezer forintot adunk azért, hogy tudjon venni 2 köbméter tűzifát az erdészettől, hatósági áron, és 60 ezer forintot pedig azért, hogy ezt haza tudja szállítatni, és össze tudja fűrészhetetni. Ezzel megoldódott az a gond, amit az okozott, hogy az állami erdészet közel 4-szeres árat kért volna a hasogatott és házhoz szállított alapanyagért a méterfa árához képest. Dr. Gábor Ferenc, szekszárdi edzője azt mondja, így ugyanannyi rászorulót tudnak támogatni, mint a korábbi években. 197 igény érkezett be, 162 igény, hiszem annyi volt az eddig jóváhagyott kérelem. Ők fognak részesülni, erről kapnak egy határozatot, és tájékoztatjuk őket, hogy milyen formában fogják ezt a 120 ezer forintot, így megemelt összeget megkapni. A képviselők tárgyaltak volna két fontos pályázatot is. Az egyik a patakutcai házak felújításával kapcsolatos. Azt a tendert le kellett volna zárni, mert szorít a határidő. Az ilyen Szekszárd frakció képviselői viszont kivonultak, mert nem voltak hajlandóak szavazni a Megyei-Jogú Városok Szövetsége elnökének kezdeményezéséről. Eszerint Brüsszelnek vissza kellene vonnia a szankciókat, mert azok olyan településeket lehetetlenítenek el, amelyek például rengeteg ukrán menekültet fogadtak be. Ezzel kapcsolatban kérte most Szita Károly a közgyűlés véleményét. Dr. Gábor Ferenc az ilyen Szekszárd kivonulása kapcsán azt mondta, emiatt veszélybe került Szekszárd két topos pályázata is. Október végéig nekünk meg kell csinálni a munka részeket, meg kell rendelnünk, és el kell végeznünk, be kell szereznünk, amire kértünk volna a közülést, a jóváhagyást. Ezt nem kaptuk meg. Úgyhogy ha hónap végéig ez nem fog megtörténni, akkor ott egy 190 millió forintos, tehát közel 200 millió forintos projektnek az elszámolása kockázatos és kérdéses. Úgyhogy ezért ez fontos lett volna, hogy legalább az át, ha ezt a politikai vitán nem, de az átülést sem határozott képességet biztosítja az ész, de ezt nem tette meg. Az ilyen szekszártagok kivonulása miatt most két lehetőség áll fenn. A Tolnai megyeszékhely akár olyan helyzetbe is kerülhet, hogy vissza kell fizetnie a közel 200 millió forintos állami támogatást, vagy a Jobbik eshetőség esetén még ebben a hónapban sikerül valamiként lezárni a vége felé járó pályázatot. Menet közben szakadt ki egy teherautó két kereke Szedres közelében. Az egyik neki is csapódott egy szembejövő személyautónak, aminek teljesen összetörött az eleje. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg. Várdomnál pedig busznak hajtott egy sofőr, a baleset ott sem járt sérüléssel. Október 26-án nyílt nappal várják a leendő tanulókat a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskolában. A 8. osztályosok betekintést nyerhetnek a hétköznapokba, és akár ki is próbálhatnak egy-egy szakmát. Nyomod, nem nyomod, megtekered. Jó lesz az. Így kérek szépen, még szántalod. Képviselő fánkot készítenek a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola 9-es cukrász tanulói. Az intézmény minden napjaiba néhány nap múlva mások is betekinthetnek, ugyanis nyílt napra készülnek az iskolában. Október 26-án tartjuk a nyílt napunkat. Szerencsére most már itt az iskolában nem kell külső helyszínt keresünk, hiszen már belaktuk az iskolát, és itt várjuk szeretettel nyílt napon a jelentkezőket, érdeklődőket.
A 8. osztályosok betekintést nyerhetnek a műhelyek titkaiba, egy kicsit ki is próbálhatják magukat, készülnek az oktatók, készülnek a diákok, várják őket sok szeretettel, saját kezükkel kipróbálhatják a szakma rejtelmeit. Azok a tanulók, akik 3 éves szakképzőiskolai oktatásra jelentkeznek, 3 lehetőség közül választhatnak. Ez nem más, mint a szakács, cukrász vagy vendégtéri szakember. Ide 56 fő jelentkezését várják. Az 5 éves technikumi osztályok a tervek szerint 64 fiatallal indulnak majd. A vendéglátás turizmusnak mindig van létjogosultsága. Tehát aki a vendéglátást választja és elhivatott, mindig el tud helyezkedni. Ebben a szakmában nagy a kereslet a szakma iránt, minden ága iránt, és aki elhivatott, egy szép karrier elé néz. Azok, akik októberben nem tudnak részt venni a nyílt napon, november 23-án még van lehetőségük becsatlakozni. Áramszünet lesz pénteken Pakson a Csámpai település részen reggel 8 és délután 4 óra között. Ugyancsak tervezett szolgáltatás kimaradásra kell számítani jövő héten hétfőn ugyanebben az idősávban, az Akác és a Pál utcákban. Az önkormányzat közleménye szerint a szolgáltató szakemberei végeznek el kisebb fejlesztéseket ezeken a napokon a hálózaton. Orvostechnikai eszközök vásárlására, a betegek komfortérzetét javító berendezésekre és a kórház épületében egy új lift kialakítására fordítják azt a pályázati forrást, amelyből hamarosan elkezdődik a beruházás Bonyhádon. Az intézmény vezetése azt várja a fejlesztésektől, hogy a környék járóbeteg ellátásában jelentős javulás áll be, hiszen olyan vizsgálatokra is képesek lesznek a jövőben, amiket eddig távolabbra kellett utazni. Ez az endoszkópos torony 10 éve teljesít szolgálatot a Bonyhádi kórházban. Bár stabilan működik, hamarosan társat kap abból a pályázati forrásból, melyet 2017-ben nyújtott be az intézmény, ameddig parkolópályán volt. Ám az elmúlt év végén kiderült, leporolhatják az elképzeléseket, és újraindulhat a folyamat. Most a közbeszerzési kiírások lezárásánál tartanak, így novemberben a győzteseket is kihirdetik. A járóbeteg ellátó eszközeink, orvostechnikai eszközeink, de akár az infokommunikációs eszközeink, a hardvereink, illetőleg az épületnek egyes részei is már azért érezték az idő, hogy érzik az idő vasfogát, tehát mindenképpen fejleszteni szerettünk volna, meg hát amúgy is az ember egy kórházban azért folyamatosan figyelje a fejlesztési lehetőségeket, és ha van ilyen, akkor fejleszten, hiszen az a tudomány az rohamléptekkel fejlődik. A járóbeteg ellátás korszerűsödését az endoszkópos vizsgálatokra, a röntgenbe, a kardiológiai osztályra érkező betegek érzik majd meg leginkább, de megújul a kórház informatikai rendszere és a betegszállítást végző lift is. Néhány egyéb kisebb értékű dolog lesz, még talán kiemelnék még 2 sterilizálót, ami a járóbeteg ellátó azon szakrendeléseink használatos, ahol eszközöket használunk, tehát például a sebészeten, például a filorgégen, például a szemészeten, és így tovább. A beruházás teljes költsége meghaladja a 292 millió forintot. A kórház vezetése azt várja a fejlesztésektől, hogy segíti majd a völcségbeteg ellátását, az itt élőknek ne kelljen messzebbre utazni a gyógyulásuk érdekében. Vért adtak a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai. Náluk ez már hagyomány, ezúttal 15-en segítettek így másokon. Volt, aki már rendszeres támogatónak számít, és olyan adakozó is akadt, aki most nyújtotta első alkalommal a karját. Tök jó napot tartottak a tolnai Pitypang óvodában. Az intézményben már régóta hagyomány, hogy ősszel kicsik és nagyok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. A programon egy lámpás felvonulás keretében is megmutathatták magukat a beöltözött ovisok a város utcáin. Beöltözve énekkel, verssel és zenés kísérettel mulattak a gyerekek a Pitypang óvodában Tolnán, ugyanis megtartották a Tök jó nap elnevezésű rendezvényt az intézményben. A kicsik több héten keresztül készültek a programra, ez idő alatt különböző módon dolgozták fel a zöldség témáját. Sütöttünk, meg még lámpásokat készítettünk. Az ovisok megtanulták, hogy többféle módon is fel lehet használni a tököt. Sütni. És még? Tisnek kilakni.
A résztvevőket zsíros kenyérrel, süteménnyel és teával kínáltak az óvodában. Az intézményben már régóta hagyomány, hogy ősszel kicsik és nagyok összegyűlnek, hogy együtt ünnepeljenek. Azonban az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt csak zárt kapuk mögött tudták megtartani a rendezvényt. Nagyon-nagyon várták, nagyon készültek rá. Ugye mind a hat csoportunk most már vegyes csoporttal működik. Ez azt jelenti, hogy pici középsősök és nagyok is vannak minden csoportunkban. Ugye a középsősök és a nagyok már tudták, hogy miről van szó, hiába zárt körben tartottuk ezeket a programokat idáig az elmúlt két évben. Ettől függetlenül nagyon nagy lelkesedéssel várták, főleg azért, mert most ugye nyitott a családok előtt is. Az esemény zárásaként szülők és gyerekek lámpással a kezükben vonultak fel együtt Tolna utcáim. Az elmúlt héten országszerte összesen 11.947 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 2.132.490-re nőtt a beazonosított betegek száma, közölte az adatokat a koronavírus.gov.hu. Meghalt 118 többségében idős krónikus áldozat, így az elhunytak száma 47.798 főre emelkedett. Jelenleg 1597 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Regionális híreink következnek. 17 millióval kínálják meg a szocialista kötődésű cégeket, nem a pécsieket segítik, véli a képviselő. Nem csatlakozik Pécs Szita Károly javaslatához, a polgári oldal szerint érthetetlen a döntés. Felháborító, hogy pesti cégeket bízna meg a pécsi önkormányzat 17 millióért, miközben a pécsi családok segítésére nem jut a városi kasszából, mondta a keddi közgyűlés után a jobboldal képviselője. A városvezetők baloldali többsége ugyanis egy olyan javaslatot fogadott el, amely szerint fővárosi közvéleménykutatók kérdeznék ki a Baranyai megyeszékhelyen élőket a helyi szolgáltatásokról. Fedezett biztosítása a Pécsi megyei jogú város szolgáltató cégeivel kapcsolatos elégedettségi mérés 2021 tárgyú beszerzési eljáráshoz és az eljárás megindítása. Ezt a címet viselte ez az előterjesztés, ami a közgyűlés elé került kedden. A baloldali többség támogatta ennek elfogadását, így újabb milliókat fizet ki az önkormányzat. 17 millió forintot kapnak azok a cégek, akik ebben a megbízásban részesülhetnek a várostól. Ez egyrészt alkalmas arra, hogy a szocialista párt holdudvarát, budapesti holdudvarát finanszírozzák a pécsi adófizetők, így Péterfi Attila nagyvonalúságának köszönhetően. Másrészt arra jó, hogy helyi problémák megoldására kevesebb jusson, mondja a képviselő. Barkóczi Csaba szerint érthetetlen, hogy miért most kell vizsgálni a pécsiek 2021-es elégedettségét az önkormányzati cégekkel kapcsolatban, illetve miért nem helyi közvéleménykutatók kerültek képbe, akik valószínűleg jobban teljesítenek itt, mint a budapestiek, mondja a képviselő. Mind a három cég budapesti szocialista kötődésű vállalkozás, ismert vállalkozások, egyébként a Publikus, amely sohasemmilyen méréssel nem találja el az eredményeket, illetve Závesz Tibornak a Závesz Research App, eddig a másik érintett közvéleménykutató vállalat. És ez sajnálatos, hogy ha már egy ilyen felmérés készül, akkor épp a pécsi közvéleménykutató cégek nem kerülnek be a meghívottak közé. Barkóczi Csaba azt mondja, hiába kérdeztek rá, választ nem kaptak. Miért ezeket a cégeket hívták meg Pécsre vizsgálódni? Nagyon cinikus volt egyébként az ülés, hiszen a polgármester egy kérdésünkre sem válaszolt, hogy miért pont ezek a cégek kerültek be, és egy pécsi vállalkozás sem volt hajlandó támogatni. Talán nem ördögtől való a feltételezés, hogy tulajdonképpen nem csak céges felmérést fognak ezek a cégek végezni, hanem politikai közvéleménykutatást, amelynek az adatait majd a jelenlegi városvezetés számára teszik csak elérhetővé. Az előterjesztés elfogadása után most ajánlatokat kérnek a pesti cégektől. Majd a kiválasztás után valószínűleg 2023-ban kezdheti el felmérni a nyertes társaság, hogy mennyire voltak elégedettek a pécsiek, például a buszközlekedéssel, vízszolgáltatással, vagy éppen a szemétszállítással, távhőellátással még 2021-ben. A fideszes politikus szerint a baloldal által erre megszavazott 17 millióból az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került pécsi családokat kellett volna támogatni. Az ügyben keressük a városvezetői oldalt is.
Elutasította a pécsi városvezetés azt a nyilatkozat tervezetet, amit a Fidesz frakcióvezetőjének kérésére vettek napirendre. A dokumentum arról szólt volna, hogy Pécs csatlakozzon a megyei jogú városok szövetségének elnökéhez, aki levelet írt az Európai Bizottságnak. Ebben az a javaslattétel szerepel, miszerint vonják vissza a szankciókat, és biztosítsák Magyarországnak az EU-s pénzekhez való hozzáférést. A legutóbbi pécsi közgyűlésen napirendre vettek egy csatlakozó nyilatkozat tervezetet a Fidesz frakció vezetőjének javaslatára. A dokumentum szerint Pécs csatlakozhatna a megyei jogú városok szövetségének elnökéhez. Szita Károly ugyanis levelet írt az Európai Bizottság elnökasszonyának. Ebben felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország polgárai évszázadok alatt tanulták meg, hogy micsoda érték a béke és a biztonság. A háború éppen ezt az értéket ássa alá. A szankciós csomagok azonban hatástalanok, nem állították meg a háborút, viszont rendkívül súlyos terhet ró az unió tagállamaira, ismertette a levél tartalmát Csizmadia Péter. Nincs ez másként Pécs város esetében sem, az önkormányzatnak is rendkívül magas szankciós felárral lehetséges csak egyáltalán energiát, gázt és áramot beszereznie. Ez több milliárd forinttal terheli meg az önkormányzat büdzséjét, de hát a pécsi vállalkozások és a pécsi lakosok is nyilván érzik ennek a negatív hatását. Szita Károly javaslata arra terjed ki, hogy vonják vissza a szankciókat, illetve biztosítsák a magyar embereknek járó felzárkóztatási és helyreállítási alapból származó EU-s pénzekhez való hozzáférést. Ezt Csizmadia Péter javaslatára meg is tárgyalták a testületi ülésen. Sajnálatos módon a baloldali többség és koalíció nem támogatta ezt a javaslatunkat. Ebből is látszik, hogy a pécsi városvezetés és a baloldali koalíció az nem a szankciók ellen, hanem éppen a szankciók pártjánál, ami azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben látva testközelből, hogy ez micsoda problémákat okoz a városnak, elfogadhatatlan és érthetetlen. A magyar kormány bár Európában egyedülálló módon igyekszik gátat szabni az elszabaduló rezsijáraknak, amivel 200 ezer forint marad havonta a magyar családoknál, azonban a szankciók fennmaradásával óriási károkat okozhatnak még, hangsúlyozta a frakcióvezető. Még van néhány üres hely, amelyekre azok a pécsi szülők jelentkezhetnek, akik nem tudják megoldani gyermekeik szállítását külön órákra vagy iskola utáni foglalkozásokra. Idén ugyanis már 5. alkalommal indult el az ingyenes gyerektaxi elnevezési szolgáltatás a Pécsi Mami Egyesület működtetésében. Október 17-én immár 5. alkalommal indult el a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület által működtetett gyerektaxi. A szolgáltatás díjmentesen segíti a szülőket a délutáni logisztikában, a munka és a családi élet összehangolásában. A programba bekerülő gyerekeket rászorultság és a taxi optimális útvonalterve és kihasználtsága alapján választják ki. Fontos, hogy a rászorultságot nem a család anyagi helyzetére tekintettel határozzák meg, hiszen éppen azokat a szülőket segítik, akik a munkaidejük miatt nem tudnák gyermekeiket elszállítani a külön órákra, iskola utáni foglalkozásokra. Bár már a szolgáltatás elindult, vannak még szabad helyek, melyekre lehet jelentkezni. Olyan szülők jelentkezését várjuk, akik a munkájuk miatt nem érnének oda gyermekükért az iskolába, óvodába, vagy a munkájuk miatt nem tudnánk őt eljuttatni a szükséges fejlesztő foglalkozásra. Azt kell tudni még a gyerektaxiról, hogy Pécs belterületén szállítunk méghozzá 4 és 14 év közötti gyerekeket, és iskolaidőben délutánonként, és fontos hangsúlyozni, hogy ez egy teljes tanévre szóló rendszeres segítséget jelent, tehát a programba bekerülő gyerekeket például minden hétfőn 16:30-kor elvisszük a szükséges fejlesztő foglalkozásra, vagy kedden és pénteken eljutatjuk a szülőnek a munkahelyére. Idén eddig 11 gyermek került be a programba, ezzel 10 családnak segít az Egyesület. A korábbi járművet pedig eladták, amely összegből az egész tanévben finanszírozni tudják a szolgáltatást. A gyerekeket így ebben a tanévben valódi taxi szállítja, az Egyesület gyermekkísérője pedig a legnagyobb gondossággal vigyáz rájuk. Bővebb információ és a jelentkezési lap elérhető a Pécsi Mami Egyesület honlapján a hírek rovatban. A Somogyszobi Vilmaház lett idén az év tájháza. A Magyarországi Tájházak Szövetsége a közel 20 éves példaértékű gyűjtő, értékmegőrző bemutató tevékenységét adományozta az elismerő címet a Somogy megyei látnivalónak, amelynek különlegessége, hogy minden kiállított darabot a helyiek ajánlottak fel. Nagyon érdekes a ház konyhája. Nagyon ritka ez a füstelvezetés. Füstös konyhában vagyunk, és szabad kévényes füstös konyhában. A teljesen berendezett nagy konyhát mutatja Spanics Ágnes, a Somogyszobi Vilmaház tájház vezetője.
Kézimalom, ebben még ezt még az 1950-es években használták, egyik Vilmásunk ajándéka a háznak, és ő még emlékszik gyerekkorából, hogy hántolták benne a különböző magvakat. Ennek a helyiségnek a tárgyait is a helyiek ajánlották fel, ahogy az épület többi szobáinak bútorait, kiegészítőit. A lakószoba a 20. század elejének lakáskultúráját idézi, amíg a tiszta szoba a 19. század végi paraszti életkörülményeket mutatja be. Az értékesebb utoldarabokat tették ide, és mindenféleképpen a 19. század végén kellett lennie egy sarokpadnak asztallal, az ott van, abban a sarokban, a fölött kellett lennie egy tálasnak, különböző edényekkel, paszitostál, hogy hordták a fiatalasszonynak, aki megszült a minden nap más rokonbarát, koma, mit tudom én kicsoda, hordta neki az ebédet, a paszitostálak, és a különböző tálak, ezek voltak mindig a tiszta szobában. Ágynak kellett lennie, mert a kedves vendéget le kellett fektetni, asztalnak kellett lennie, mert körbe kellett ülni, hogyha vendéget látnak. A lakóházat 1839-ben a jómódú református Puskás család építette. Az épület mindvégig a puskásoké volt. Az utolsó tulajdonos Puskás Vilma halála után országos műemléki rangot kapott a lakóház, népi műemlék lett. Az épület felújítása 2003-ra valósult meg, 2009 óta pedig hivatalos muzeális kiállítóhely a Vilmaház. A Somogyszobi szellemi és tárgyi emlékek gyűjtése folyamatos. Az elmúlt 2 évtized alatt több ezer darab tárgyat sikerült a Vilmaháza gyűjteményébe menteni. Ez a falu első téglaparasztháza. Háromosztatú ház, és nagyon nagy, hogyha körülnézünk, látjuk, hogy a szobái 6x6-osak, ez nagyon ritka, általában a tájházakban 4x4-es kis szobák szoktak lenni. Ez azt mutatja, hogy a puskások jómódúak voltak. A portára egy fonott górét, kutat és méhest telepítettek át műemlékvédelmi engedéllyel. A hátsó udvarra egy új, nagy melléképületet építettek, amelyben konyhát és foglalkoztatót is kialakítottak, és itt kapott helyet a kovács műhely és a látványraktár is. A fészerben a régi mezőgazdasági eszközöket mutatják be az érdeklődőknek, akik a Vilmaház udvarán az asztalos kádár szakma kellékeit is megnézhetik. Tavaly pedig egy pályázati forrásból a segesdi szőlőkből áttelepítettek egy adományba kapott présházat a szőlészeti borászati eszközökkel együtt. A Magyarországi Tájházak Szövetségének elnöksége a közel 20 éves példaértékű gyűjtő, értékmegőrző, bemutató tevékenységért az év tájháza elismerő címet adományozta a Somogyszobi Vilmaháznak. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Közgyűlés Szekszárdon több pénz jut idén szociális tűzifára, mint eddig. Várják a leendő diákokat, nyílt napot szervez a szekszárdi vendéglátóipari iskola. Korszerű betegellátás, fejlesztések indulnak a Bonyhádi kórházban. Tök jó napja volt az obisoknak, hosszú kihagyás után újra együtt ünnepeltek a szülők és gyerekek. Pénteken folytatódik a felhősödés, esőtől sehol sem kell tartani, estére legyengül a szél, majd éjszaka már országszerte gyenge légmozgás várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!